Na, hellosztok! Most egy új programot fog bemutatni nektek, aminek a címe az, hogy Pushover, és ez egy 1992-es játék. És ezt nagyon sokat toltuk régen, talán Andris is még emlékszik rá. Egy nagyon aranyos kis, hát ilyen ügyességi puzzle mix. De gyorsan elhadarom, hogy körülbelül miről szól a játék. Van egy ilyen kutyus, aki imádja ezeket a, hívjuk chipsnek, mert úgy egyszerű. Szóval imádja ezeket a chipseket, és elhagyja nagy örömében ezeket a chipses zacskókat egy ilyen hangyabolyba, vagy jobban mondva belejti őket. És hangyánkat kéri meg arra, hogy szerezze őket vissza. Most innen értem szó, ugye, hogy mi fogjuk a hangyát irányítani. 100 pályán keresztül, 11 pályánként mindig változik majd a világ, és az utolsó pálya egy ilyen nagyon nyakatekert extrém puzzle lesz majd, állítólag. Hát én addig nem jutottam el, ugyanis ezt a játékot soha nem sikerült befejezni, most nem akartam csalni, mivel ugye egy puzzle játéknak az a lényege, hogy te jössz rá az egészre, szóval az, hogy most beírom a pályakódot, azzal nem értem el semmit. Ugyanúgy ugye a puzzle az megoldatlan maradt. Na, és nekem ez a játék nagyon-nagyon tetszett régen. Annak ellenére, hogy nem jutottam soha a végére, mert nagyon megdolgoztatja az agyadat. Itt a lényege a játéknak gyakorlatilag, hogy ilyen dominókat kell úgy tolni, hogy az összes dominó eldőjön, a pirosnak a kivételével, és látjátok, ott van egy három csíkos dominó, annak kell a legvégén, hogy eldőljön. És vannak különbözőféle dominók, különbözőféle képességekkel, de a lényeg az nem változik, ugyanúgy azt a három csíkos dominót kell a végére eltolni, hát eddigi tapasztalataim szerint. És a piros a blokk dominót, ami ott van, ami blokkolja az egész bulit. Azt nem muszáj eldönteni, mivel azt nem is lehet, hát értelemszerűen. Na most itt az elején még könnyű dolgunk van, aztán utána majd lesznek olyan nyakatekert pályák, hogy hajaj. Kaphatunk bizonyos tokeneket egy-egy pálya megoldása után. Ezek a tokenek, ezek arra valók gyakorlatilag, amint az elején nem értettem, hogy miért jó ez nekem. A token az csak visszarak téged a tolás előtti részhez, mielőtt még meglöknéd a dominókat. És elején nem értettem, hogy ez nekem mérje, aztán utána rájöttem, hogy ez azért jó, mert a végén már olyan pályák vannak, hogy körülbelül csak egy perc, mire a pályán a dominókat úgy beállítod, hogy okés legyen. Hát én úgy körülbelül a 16-on. Úgyhogy ha kedvetek szottyant a játékhoz, akkor nem bánom, hogyha küldtök. Nem a teljes megoldás, de legalább a részletes megoldást ahhoz a pályához. Hát itt megyünk át ugye a következő világra. Azt hiszem ez a 11. pályának a vége. És egy chipses zacskót már is megszereztünk. Na most itt találtam oldalt két borítót. Felső az jobban tetszik, mert azon rajta van a kutyus is. De egyébként több platformra is kiadták a játékot. Többek között Super Nintendo-ra is később. Na hát, mint látjátok, itt már azért eléggé nyakatekert a buli. És én itt akadtam el, nézzétek. Csak két helyen lehet itt ügyködni, hogyha jól látom. És csak 6 dominó van, amivel lehet manipulálni. És egyszerűen nem tudok rájönni, mi a túrót kell itt csinálni. Ugyanis megoldottam ugyan a puzzle-t, de egyszerűen nem jutok el az ajtóig. Mert mindig leesek. Én egy ilyen megoldásra jöttem eddig rá. És ez lehet, hogy programhiba lenne, vagy én még nem jöttem rá a teljes megfejtésre.
Na nézzétek itt! Na, eddig jutottam. Úgyhogy itt mindig öngyilkosnak kell, hogy legyek. Na, ha tetszett a program, srácok, töltsétek le, szerintem ez is ingyen letölthető. Aztán jó szórakozást, kellemes retrózást hozzá. Remélem tetszett a videó, srácok, sziasztok!